Köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit! A hunyadis diákok versenyeredményeikről számoltak be. Világosné Rozsonyics Erika felkészítésével a hunyadis diákok 2005 óta érnek el kimagasló eredményeket a szakmai tanulmányi tárgyok versenyén. A tanárnő pályafutása alatt 8 első, 6 második, 6 harmadik és 6 negyedik helyezést elér diákot készített fel. Az idei év sem volt kivétel, ahol 6 diákból 6-an értek el eredményt. Az idejében a hunyadis pedagógiás diákok sikeres eredményeket értek el a szakmai tárgyak versenyén. Egy ilyen országos versenyen hányan is kikmérettetik meg magukat? Ezen a versenyen az ország összes szakközépiskolájából indulhatnak tanulók. Egy előválogató, illetve elődöntőn vesznek részt a tanulók, ami az versenyzők a saját iskolájukban egy interaktív számítógépes feladat lapkitöltésével dolgoznak, és ebből válogatják ki ebből a mintából a legjobb 30-at, akik aztán bekerülhetnek az országos döntőre, és így a mi iskolánkból idén 6 tanuló indult, és mind a 6 tanuló bejutott. Ki volt az a 6 tanuló? A 6 tanuló Licskai Laura, aki elérte az első helyet, Bella Tamara elhozta az országos második helyet, Varga Dorina az országos harmadik helyet érte el, Németh Petra országos negyedik, Gál Patricia az országos tizedik helyet hozta el, és Mók Ildi pedig az országos 18. helyet hozta el. Nagyon-nagyon büszke vagyok a tanítványaimra. Egy ilyen versenynek mi a fő célja? Ennek a versenynek az első célja az, hogy a tanulók megmutathassák, hogy a szakmájukban mennyire kiválóak, és mennyi minden elmélet és gyakorlati ismeretet tudtak elsajátítani a 4 tanév alatt, illetve mivel érettségi tárgyakról beszélünk, ezért az emelt szintű érettségi feladatokról szól a verseny, tehát ennek a eredménye alapján ők a továbbtanulásukhoz adott szakirányba plusz 100 pontot kaphatnak az első 10 helyért, a második 10 helyért plusz 50, a harmadikért pedig plusz 25 többletpontot kapnak az egyetemeken, főiskolákon. Az elmúlt 11 évben a hunyadis pedagógiás diákok sorra értek el kiváló eredményeket a szakmai tanulmányi versenyen az ön felkészítése alatt. Minek tudható ez a kimagasló eredmény? Hát sokat gondolkozom én is rajta, de azt gondolom, hogy többen azt gondolják, hogy egy vidéki kisvárosnak a szakközépiskolájába nagyon-nagyon nehéz tehetséges diákokkal találkozni. Én, mert hogy ugye a nagyvárosok vonzás körzetébe tartozunk, és hogy sokan elmennek a emiatt Győrbe, vagy éppen Sopronba, Óvára gimnáziumokba tanulni, de én mégiscsak azt gondolom, hogy ha nagyon-nagyon sok tehetséges gyerek van, és én a mindennapi óráimon különös gondot fordítok arra, hogy minél jobban megismerjem a tanítványaimat, sok-sok szokatlan feladatot, kérdést, kreativitást, gondolkodást, fejlesztő feladatot végzek már a 9-től fogva, illetve tanulásmódszertant is csempészek mindig a tananyagba. Így aztán előbb-utóbb kiderül, hogy ki miben lesz tehetséges, és hogy ki a legtehetségesebb. Nekem akkor van szerencsém attól a perctől, amikor a diákok elfogadnak igazán vezetőnek, és akkor onnantól fogva sok-sok ablakot ki lehet nyitni előttük, és távlatokat lehet megnyitni, amikor megértik a miérteket, amikor tudják, hogy a tanulással tudás birtokába jutnak, és a tudás pedig mennyi mindenre lesz elég a további életükben. Úgyhogy én minden évben találok értékes gyárokat, és ez nagyon nagy öröm. Licskai Laura első helyezést ért el az országos versenyen. Licskai Laura vagyok, Kapuvárról érkeztem. Nagyon örülök, hogy részt vehettem a versenyen. Az osztályból 6-an vettünk részt ezen a versenyen, azonban betegség miatt most csak 3-an tudtunk beszámolni erről a versenyről. Mit éreztél akkor, amikor megtudtad, hogy az első helyezést te érted el? Nagyon meglepődtem, nem számítottam, hogy ilyen eredményt érek el, és nagyon örülök neki. Milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb a verseny alatt? Számomra a verseny nagyon sok mindent adott. A továbbtanuláshoz szükséges 100 többletpont mellett rengeteg tapasztalatot szereztem a vizsgahelyzettel kapcsolatban.
A két nap alatt nagyon sok élménnyel is gazdagodtam. A versenyek között felfedeztük a környéket, fagyiztunk, sétáltunk a Tiszaparton. Szolnokra Molnár Édukai Éva néni is kísért minket. Köszönet a sok munkájáért, segítségért és türelméért. Ahhoz, hogy ilyen szép eredményeket értünk el, nem tudjuk elégszer megköszönni családunknak, barátainknak és felkészítő tanárunknak, Világosné Rozsonics Erika tanárnőnek, aki olyan jól szervezte a 4 év anyagát, hogy elegendő idő jutott a gyakorlásra, és a rengeteg munka és felkészítés mellett lelkileg is támogatott minket, nélkülük nem jutottunk volna el idáig. Hol szeretné tovább tanulni? Sopronba szeretnék menni a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elekkarára, az óvónőképzőre. Gál Patrícia a versenyre való felkészülésről beszélt. Gál Patríciának hívnak, és csornai vagyok. Nagyon jól éreztem magam, és nagyon örülök, hogy részt vehettem a versenyen. Rengeteg élménnyel és tapasztalattal lettem gazdagabb. A társaság is nagyon jó volt, biztattuk és támogattuk egymást. Külön köszönet Erika néninek, aki a lehető legjobban készített fel minket a versenyre. Mi már tudjuk, mit jelent lemondani a néhány szabadidős programunkról, és a kitűzött cél teljesíteni. A 4 tanév órái legtöbbször differenciált óravezetéssel történtek. A sok gyakorlás mellett az leendő szakmánk iránti érdeklődéssel könnyebben tanultuk meg az anyagot, mint hogyha csak úgy tanultunk volna. Milyen eredményt értél a versenyen? Országos 10. helyezést értem el, és nagyon örülök, hogy benne lehetek az első 10-ben, és megkaptam a 100 többletpontot. Hol szeretné tovább tanulni? A Soproni Benedek Elek Pedagógiai Karon óvónőképzőre szeretnék menni. Móki Edikó vagyok, és Lébényből érkeztem ide Csónára az iskolába. A versenyen milyen tapasztalatokat szereztél? Hát számomra rengeteget adott a verseny, mind az érettségire való felkészülésben, mind pedig azt, hogy megmutathattam, hogy milyen rejtett tartalékok vannak bennem. Szeretném megköszönni osztályfőnökünknek, Erika néninek az eredményes felkészítést. Rengeteg számonkéréssel ösztözött minket arra, hogy minél jobb eredményeket érhessünk el. Számomra sokat jelentett az, hogy elértem ezt az eredményt, mivel én is Sopronba szeretnék tovább tanulni, és ugye többletpontok is jól jöttek a versenyben. Milyen eredményt értél el? Országos 18. helyezett lettem.